Istennek minden napján, az ő házában lakom mindörökké. Most hallgassuk meg élő hittel Krisztus üzenetét, aki a föltámadás és az élet, és aki az evangélium szavával erősít és vigasztal minket. Az Úr legyen veletek. És üzenetekkel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Jézus egy alkalommal így fejezte be tanítását. Magasztallak téged, Atyám, égnek és földnek Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, meg akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én fölüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, amikor szeretett barátunk, rokonunk sírja felé vezető úton elindulunk, hogy őt az utolsó útjára elkísérjük, akkor összeszedjük magunkban a rá vonatkozó emlékeinket. Családtagok, barátok, tisztelők, egy nagy művész, alkotó tevékenységének a tisztelői. És azután elgondolkodunk azon, mikor az életmű, egy élet, emberi élet lezárult, hogy mi is annak az egésznek a tanulsága, a nyoma bennünk, és majd a világban. És milyen megrázó, egészen hétköznapi életű emberek életének a lezáródásakor is figyelni, hogy a történelem, meg a személyes élet milyen sajátos interferenciában van akkor, amikor hát az életünket összegezzük. Történelmi csapások, fordulók jelzik az életünknek a külső eseményeit, de a belső nagy terheit is, vagy megvilágosodásait is, ezek adják sokszor. És azután ezek között zajlik a személyes életünknek a folyamata, ezekkel kapcsolatban, ezekkel sajátos összefüggésben. A mi testvérünk a 20. század második felét élte végig. És azután ugye fiatalon át kellett élnie, hogy a testvéreit börtönbe vitték. És mikor ő fiatal lány volt és szétnézett a világban, hát ezek között a megrázkodások között kellett a felnőtt létnek a kockázataira, meg a felelősségére eszmélnie. És azután a lánykora, amelyik hát normális világban olyan könnyed boldogságnak, örömnek, világban való szétnézésnek az ideje, az bizony az ő életében komor, nehéz megpróbáltatásokat hozott. Ezek között kellett a jövőre néznie, a világban az első felnőtt lépéseket megtalálnia, társat keresnie, akire
az életét, jövőjét rábízhatja, akivel közös jövőt kereshet ebben a tragédiákkal terhes korban és világban. És azután családot alapítania, mert mégis a nehézségek, a gondok idején is a reménynek az embere volt, a hitnek az embere volt, és a megpróbáltatásokat Istentől adott erővel igyekezett fogadni, elviselni. És érezte, hogy nem csak a személyes sorsáról van itt szó, hanem a világ megpróbáltatásairól, amiben részesedni nehéz, megpróbáló, ugyanakkor hát mélységes nagy emberi hivatás is. Művész lett, és azután a művészetben valami új utakon indult el, mint ahogy vele együtt annyian, akik a művészet történetét akkor figyelték, vagy azóta is próbálják megírni, azt gondolják sokszor, hogy a művészeket csak a újnak a keresése vezeti szokatlan utakra. Pedig nem biztos, hogy így van ez. Éppen a világnak a szokatlan terhei, szokatlan fájdalmai, az életnek addig nem ismert megpróbáltatásai késztetik a művészeket arra, hogy valami újféle megoldásokat keressenek ezeknek a még soha nem tapasztalt, soha ki nem mondott, soha művészetben föl nem dolgozott keserveknek, kétségeknek, megrendüléseknek, a alkotásokban való kifejezésére. Illyés Gyula írta Bartókról, ím a példa, hogy ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja. Ím a nagy lélek válasza a létre, s a művészé, hogy megélte, poklot szenved, megérte poklot szenvednie. Mert olyanokat értünk meg, amire ma sincs ige, amit nem érthet, aki nem érte meg. Hát valamiképpen ezek a tapasztalatok, közös emberi terhek fejeződnek ki az ő szokatlan utakra induló művészetében. Új anyagot keresett, új formákat, és nem emberi alakokat formált kőből vagy fából, mint az előtte volt művészek, hanem valami különös módon a teremtett világ szerkezetét, a világnak a nagy kímjait és ugyanakkor reményeit igyekezett megfogalmazni úgy, hogy az szíven üsse az embert, és valamilyen módon vigasztalást vagy bátorítást adjon neki arra, hogy ezeket a kínokat, ezeket a megpróbáltatásokat mégis érdemes elszenvedni, érdemes végigélni. És van, akiben bízzék az ember, akkor is, amikor az nem áll mellé, hogy megszabadítsa, megkímélje ezektől a megpróbáltatásoktól, hanem csak, mint egy a tekintetével vezeti, a szavával bátorítja, hogy járja végig ezeket az utakat. Valahogy így bontakozott ki a művészete. Imádságban, az Isten közelében telt az élete, és azután maga is nem csak feleség, édesanya lett, gyermekeit nevelte föl ebben a megrendítő, terhekkel teli világban, emberi életre, amely a terhek között is nagyjá nő, és azután a titkok megértésére, a reménytelenségből fölvirató reménynek a megragadására is képessé lesz. Ilyesféle emberként
emlékezünk talán rá. És azok, akik személyesen nem ismerhetik már őt, az alkotásaiból ilyenként fogják számon tartani talán akkor, amikor már csak azok őrzik az ő emlékét. Eleven erővel, szavakba alig foglalható, megrázó hatalommal. És őrzik a teremtésnek a titkát, őrzik a megváltásnak a titkát, az Isten hatalmas és különös szeretetének a titkát, melyik nem ilyen gyöngéd és féltő, de mégis személyhez szóló és bátorító erővel tud az emberhez közeledni, hogy a megpróbáltatások között is vezesse, és ne hagyja lázadni vagy összeomlani. A temetés délutánja ez, és azután megrendült szívvel kísérjük a mi testvérünket utolsó útjára, legközelebbi hozzátartozóinak részvétünket nyilvánítjuk, együtt szomorkodunk velük, és azután imádkozunk, kérjük az Úristen, hogy aki mindvégig élete során meglepetésről meglepetésre haladva a személyes élet, a művészet útján is belévetett bizalommal élt, ismerje a örökké valóságban az ő népéhez, az ő nyájához tartozónak, és azután mutassa meg neki azokat a fényeket, azokat a titkokat, amelyeknek a derengése egész életében vezette és erőt adott neki, hogy ezeken a nehéz utakon töretlen szívvel és örömre is készen tudjon végigjárni, és a szenvedésben is tudjon hűséges lenni, reménykedő szívvel tudja Istenre bízni magát. A kicsinyeknek a lelkével, akivel az evangéliumban szólt Jézus, és akik fáradtak és meggörnyednek a terhek alatt, de valamiképpen mégis pontosan ezek között rátalálnak arra a Krisztusra, aki a nagypéntek útját járta, de mégis a húsvétnak a fényébe érkezett el, és nekünk is az atyai háznak a fényeit ígérte, azoknak a távlatát nyitotta meg előttünk. A húsvét hitével idézzük most, ami elköltözött testvérünk életét, életének a tanúságait, és azután kérjük a föltámadott Jézust, hogy ott, ahová most megérkezett, mindent magyarázzon el neki, amit eddig csak tükör által, homályban látott, és vezesse el oda, ahol majd úgy ismer, hogy őt ismeri a Teremtő és a Megváltó Isten. Amen. Testvéreim, amikor az emberi testnek hívő lélekkel megadjuk a végtisztességet, bizalommal kérjük Istent, az élet urát, hogy elmúlt testvérünket, akit erőtlenségben temetünk el, erőben támassza fel, és állítsa megdicsőült szentjeinek sorába. Miután megszabadult a halál gyötrelmeitől, és elnyerte bűneinek bocsánatát, irgalmazza neki az Úr az ítélet napján. Fogadja őt szeretetébe, a mennyei Atya, vegye vállára, mint hazatért bárányát, Jézus a jópásztor, és a Szentlélek örök szeretetébe örvendjen az el nem múló boldogságnak, a szentek társaságának. Emlékeztessen a szentelt víz keresztségünkre és Krisztusra, aki szenvedésével, kereszthalálával és föltámadásával
megváltott minket. Uram, ismertél, mielőtt a világra jöttem, és épp másodra alkottál engem. Most visszaadom neked a lelkem, mert csak a tiéd az teremtő Istenem. Könyörögjünk az elhunyt testvérünkért, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. Urunk, aki megsirattad az elhunyt Lázárt, törüld le könnyeinket. Kérünk téged, hallgass minket. Te halottakat életre támasztottál, ajándékozz meg testvérünket az örök élettel. Kérünk téged, hallgass minket. Te a bűnbánóknak megígérted a mennyországot, vezess testvérünket az örök boldogságba. Kérünk téged, hallgass minket. Te elhunyt testvérünket megtisztítottad a keresztség vizében, és megerősítetted az üdvösség olajával. Fogadd szentjeit és választottait közé. Kérünk téged, hallgass minket. Te testvérünket szent testeddel és véreddel tápláltad. Bocsásd őt égi országod asztalához. Kérünk téged, hallgass minket. Minket pedig, akik az ő elvesztésén szomorkodunk, erősíts meg a hit vigasztalásával és az örök élet reményével. Kérünk téged, hallgass meg minket. Most pedig minden kérésünket foglaljuk össze abban az imádságban, amit magától Jézustól tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Istenünk, irgalmadba ajánljuk Mária nővérünk lelkét, aki elköltözött ebből a világból. Emberi gyarlóságból elkövetett bűneit törüld el jóságosan, és bocsásd őt szent színed látására. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Szembe kell néznünk a térnek és az időnek azokkal a távlataival, amelyekkel szobraiban megbekorott borzomba a mélységtől, megrendülve és bátran, innen a szembevezetünk. Utolsó gyűjteményes kiállításának a létezés formáit címet adta. Ez a cím úgy hangzik, mint valami jóslat, amelynek mélyén nem csupán a szobrászat szigorúan értelmezett problémáira rejlenek, hanem világ, az emberi sors ismerete is. Műveiben olyan dimenziókat érintett, amelyekre csak keveseknek van bejárásuk. Olyasmit ringatott, kristályosan szerkesztett hüvegtömbjeiben, gömbölyű formáinak, lágyan ívelő hullámainak oblén, kőtömbjeinek szerint mélyedésében, vagy fegyelmezette beokló szakadékaiban, amit másképpen, más eszközökkel alig ha lehet kifejezni, megmutatni is csak olykor. Megtalálta a képzeletnek és a gondolkodásnak azt az egyetlen egy helyét, amely a jelentő ugyancsak messzire terül el, fényév mintávosságban, élő és élettelen, megfoghatatlan határán, tőle mégsem idegen, számára otthonos. Ez a világ a lakatlan idő mélyén hever. Aki szemmel, tapintással vagy képzelettel követi lukasi munkáit, érzékelheti anyag és forma könnyed elefenciája oldalja őket. Mélyükről sejtelmes gondolatok indulnak a felszín felé, megfogalmazhatatlan és megfoghatatlan képzelmések és sejtések különös áramlatai tudnak átlátható síkon, miközben alantkabában az árba ízik,
már a föld belsejében a magma, a lét. Gesztusaik éppen az enyészet határán álltak meg, azon a határon, amely a keletkezést és az elmúlást választja el, de egyúttal össze is köti őket. Bennük a világ keletkezése zajlik, mozgás, élet kezdődik. Az anyag előzékenyen siet segítségére, simul a keze alá, a forma folytonos létezés és megszűnés, lét és nem lét határán, realitás és virtualitás között lebeg. Ha azt kérdezzük, mit jelent nyugati tevékenysége életműve a kortárs magyar szobrászat számára, ebben az ellentétes jelentési két szóban találkozunk valami tapogatózó megoldás félét, hideg tűz. Ez jellemezte kezdettől a barokkos szobrászatát. Felfedezte aztán persze az árnyékot, az árnyékban maradó, teljesen soha meg nem felejthető forma különös jelentését és jelentőségét. A felnőtt gyerekkorában visszapillantva látja így a munkat, felfelbukkanó szereplőivel, helyszíneivel, eseményeivel. És így látszik utas is, aki a vonatablak jégvirágos üvegére lehet olvadó kerek nyílásokon átismerheti, elsőről ismeretlen, elsőhanó töredékét kap el villantásával. Az emlékező, az időben utazók előtt felvillagoló látványok, ismeretlen képek, messzi távra kipa megvő részletei plasztikai törvények szerint formáltak. Ezzel az alig ismeretlen jelenségvilággal gazdagította a művészet tartományát. És azt se felejtjük, hogy miközben önmaga soha nem lépte át a szoprászat klasszikus határait, kompozíció mások számára önzettenül öntudatlanul kitámították a műfaj dimenzióit a végtelen terek irányába. Az idő börtöne gömbölyű, és nincs kiárata, olvashatjuk egy Nabokov könyv első oldalán. Lugosi műveinek erejét nem gyengítik a benne portoszkáró sötét tárgyak, sem a beléjük rejtett zárványok, titokzatos barlangjai, sőt, ezek éppen azt bizonyítják, van kiárat, amelyen át az idő kiszabadulhat börtönéből. Valamennyien hálásak lehetünk neki ezért a tanulságért. Barátai ezeken túl személyesen is tanulni lehettek annak a heroikus küzdelemnek, amelyet az utóbbi években betegségével folytatott. Szép és fiatalos volt. A legnehezebb időkben és elegánsan hordta széles karimájú szalmakalapját túlságosan rövidre nyílott haján. Akadozó lelkesedéssel készült nagy kiállítására, hősiesen viselte a rendezés fizikai terveit, terheit, a szobor térbe helyezésének gondjait, és türelmesen válogatott a sajtó tájékozatlan kérdéseire, és végül elégedetten pillantott szét a teremben. Küzdök, mint egy oroszlán, mondta, mint végig halványon mosolyogva. Drága Maribor, igen, ott. Gyászoló gyülekezet. A Magyar Művészeti Akadémia nevébe nagy tisztelettel és nagy szomorúsággal köszöntöm Önöket. Lugosi Mária a magyar képző és iparművészet közös és kivételes képességű személyisége, eredeti jellemzőkkel bíró műfaj teremtő művész. Kezdetben ötvös, tártervező, az emberi környezetre nem passzívan állítozó, hanem azok alakítására elszántan elkötelezett résztvevő, majd idővel a térbe bátran kilépő és monumentális műveket világra hozó szobrász lett. Világ méretű szobrász. Ebben a minőségben nem volt az önkifejezés divatos megszállottja, sem divatos alanya. Az ég és a föld közötti állandó kapcsolat éberentartásának szolgalmas visszionárusa volt halála. Művei erős érzelmi affinitással vehetők csak birtokba, mert szándékaiban a tetszeni vágyás teljesen ismeretlen, a lélek szentséges magasságokból való felemelése a felfedezett technika utánozhatatlan tökéletességének segítségével volt egyetlen életcélja. Az üvegbe, gránitba, bronzba öntött mementói mind-mind szuggesztív feljajdulások,
intések, hogy közös emberi bűneink újabbakban ne folytatódjanak, hanem héja természetünk rossz sugalmait az emlékezések perceiben és formáiba szelidüljenek vissza lehetőséggel, lehetőleg születésük ártatlanságába. Vélem is, hogy ma nem sok olyan hozzá hasonló alkotó van, akivel azonos komolysággal volt képes a személyes, a felekezeti, az osztálykorlátokat, a történelmi vétekreakciókat, szubjektív értékszelekciókat nem megfelelbezhetetlennek, véglegesnek tekinteni, és mindig hinni együtt József Attilával abba, hogy békévé lehet oldani az emlékezés, azon kívül itt is van az ideje. Szelídség és kemény akarat, nőies érzékenység és szinte férfias erő voltak a segítői. Plasztikáinak életre teremtése irdatlan fizikai munka volt. Üvegtömbjei vékonyka üveglapok ragasztott arzenáljaiból épültek, homokfúvó pisztolyának örvénylő sugarai által. Így módon születtek erős érzelmeket kiváltó testek, élők és halottak, kövek közé szorított bronzalapok halálból életre készülő menetelésben. Egy-egy mű szülési fájdalmai hónapokig tartottak. Ebben a szisztémában semmi nem ismételhető, és semmi nem korrigálható újra. Tudjuk, csak a vízió végletessége teremthet ennyire végleges műveket. Egysége, filozófia, mesterség, kiválasztottság és méltó megfelelés. Át is lépte a fizikai munka fájdalmait, a betegség terrorját, az örökös újrakezdés korlátait. Beteljesítette, amire született és amire küldték, társával, Zoltánnal, kardba öltve. Amikor egy meghatározó jelentőségű művész kortársunk, szívünkhöz közel álló ember, anya, férj, barát, korunk bűneit és erényeit anyagba varázsolja be, az isteni teremtésbe résztvevő személyiség földi élete véget ér, a hátramoduló fájdalma természetes és érthető. A búcsú pedig kötelesség. Éppen, hogy kezdődik, de a halállal nincs mindennek vége. Hitünk szerint éppen, hogy kezdődik valami. Az örök létre való hit azt mutatja nekünk, hogy nem élt hiába, és szépséges nyoma a magyar művészeti közéletben a család erő szövedékében maradandó lesz, vagyis az elmenővel való találkozásunk nem ma lesz az utolsó. Mária voltaképpen megelőzött bennünket, és a jelentőségével utolérjük, bizony mindannyiunknak még sok tennivalónk van. Ezért Mária alkotói, teremtői, emberi emlékének megőrzése az utókor számára való hiteges bizonyítása, életművének folyamatos beillesztése a magyar és nemzetközi művészettörténet szövetszerkezetébe, a Magyar Művészeti Akadémia számára büszke kötelesség. Az akadémia nagy családja úgy gondol rá, mint műveibe örökké élő, hűséges és szeretetlenéltó asszonyára, akinek szobrai szuggesztív erővel kötik össze az istenét az emberivel, a természetet az építés világával. Örökségét védeni fogjuk, ígérjük. És az Úristen most ebben a nagyon fontos és szép pillanatban, végtelen határú üvegcsillogású mindenségében fogadja be, kérjük Máriát, hogy azután ő is képviseletet jelentsen nekünk a megígért feltámadás kiimatkozásáért oda át, mindannyiunkért, ránk fér, mert a küldetésünket elvégeztük, szeretnénk újra találkozni vele. Testvéreim, fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva, és a föltámadás reményében vigasztalást keresve, kísérjük halottunkat utolsó útján nyugvó helyére. Útközben imádkozva ajánljuk őt, mennyei atyánk, végtelen irgalmába. Amen. Köszönöm.
Négy
van belőle, de kettő van most. Hát akkor látszik. De akkor lesz. Az egy forrón szegény Lázárral életed legyen mindörökké. A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, Istenem, figyelj a szómra. Mennyország örömébe vigyenek az angyalok, és az egy korón szegény Lázárral életed legyen mindörökké. Könyörög Jézus, Urunk Jézus Krisztus, te három napon át sírban nyugodtál, és ezzel megszentelted híveidnek sírját. Ezért a sírba tétel
számunkra nem csak a test temetése, hanem a föltámadás reményének kifejezése is. Add, hogy Mária testvérünk, akit most eltemetünk, békességben nyugodjék mindaddig, amíg majd életre kelted a föltámadás napján. Mert te vagy a föltámadás és az élet. Add, hogy a mennyei örök világosságot a te tündöklő arcodon lássa meg, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Elhunyt testvérünk a keresztvíz által részt Krisztushoz kapcsolódott mulandó földi életének idejére. Megváltunk jósága engedje, hogy dicsőséges föltámadásában is részesüljön az utolsó napon. Az Úrnál nyugszom örökkön örökké, őt választottam ott lakom nála. A mi Urunk Jézus Krisztus keresztjének szent jele legyen rajtad. Eljelben váltott meg téged a megváltó, eljelben van üdvösségünk. Alkottál engem, és testet adtál nékem. Támadt fel, Uram, s megváltom az idők végén. Támadt fel, Uram, s megváltom az idők végén. Korból lettél, és visszatérsz a korba. Isten föltámaszt téged az utolsó napon. Béke veled! Amint Ádámban minnyájan meghaltunk, úgy Krisztusban minnyájan életre keltünk. Ödből alkottál engem, és testet adtál nékem. Támaszd fel, Uram, s megváltom az időt végén. Thank you.
testvéreim, megváltó Jézusunk tanítása szerint halljuk meg a Szent Háromság egyistenbe és az örök életbe vetett hitünkkel. Hiszek egy Istenben, mindenhol, ennek is fölnök teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egykölött fiában, az Úrunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriából, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Felászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Fölül a mindenható Atya Isten útján, honnan jön el kísérni őket és hozzá. Szent életben, minden a katolikus a szentek ága, a szentek közösségé, a bűnök bocsánatát, a szent föltámadását, és a bűnök életet. Imádkozunk testvéreim a megholt szívekért, akik az Úrban mintak el, hogy bűneiket megbocsájt, hogy büntetésüket elenged, hogy a megholt szíveknek örök nyugodalmat adjuk, imádkozzunk azokért a testvéreinkért, akiket ez a haláleset különös fájdalommal és szomorúsággal tölt el. Hogy a szomorúakat megvigasztald, hogy a megtörteket megerősítsd, hogy az elhagyottaknak vigasztalója légy, imádkozzunk valamennyi élő emberért, önmagunkért, egymásért, hiszen előbb-utóbb mi is elindulunk azon az úton, amelyen most testvérünk megelőzött minket. A minket szent szolgálatokban megtart és megerősít, kérjük minket, hallgass meg minket, hogy hívünk vágyát a mennyország felé irányít, kérjük minket, hallgass meg minket, hogy minket a hirtelen és készületlen haláltól megőrizd. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy minket a te békédben hazahívj. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, élő és holtak Uram, irgalmas jóságodban azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön. Hozzád könyörgünk, azokért is, akik még a Földön élnek, azokért is, akik már a más világban élnek. Add meg nekik bűneik bocsánatát és az örök boldogságot, Krisztus a mi Urunkban. Amen. Jézus mondja, én vagyok a főtámadás és az élet. Ki bennem hiszen nyeri az üdvösséget. Hívő lélek a halállal meg nem halhat. Bűneire trónusomnál nyer irgalmat. Bocsásd el most szolgálódat, Uram, szavaid szerint békességben. Hiszen már meg lesz megváltak szemeim, akit küldtél az üdvözítőt. Én vagyok a fő támadás és az élet, ki bennem hiszen nyeri az üdvösséget. Hívő lélek a halállal meg nem hallhat. Bűneire trónusomnál nyer irgalmat. Őt adtad nékünk, csodájára minden népnek, hogy fényeskedjék az egész világnak,
mint választott néped dicsősége. Én vagyok a főtámadás és az élet, ki bennem hisze nyeri az üdvösséget. Hívő lélek a halállal meg nem halhat, bűneire trónusomnál nyeri. Egeknek királya, utaidnak nagy a kínja, irgalmasság édesanyja, szánd meg őket, ó Mária. Anyánk, mutasd jóságodat, engedted meg szent fiadat, irgalmasság édesanyja, szánd meg őket, ó Mária. Krisztus feltámadott, halál fején tapodott, végbe utat mutatott, tudom, hogy feltámadott, feltámadt Krisztus feltámadott, tűnjetek már bánatot, kis nyomán járjatok, feltámadást várjatok, feltámadt Krisztus. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjék békességben. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.